termékelhelyezés az mindenképpen szükséges. Tehát azt is lehet csinálni, hogy az ebbe beáll egy felirat elé, vagy mit több pénzért azt írja valamiről, hogy az neki tetszik. Unott vagy? Mindig. Mindig? Mindig. Én általában véve nem vagyok túl lelkes típus. De hát mindegy. Miért? Ezt várja tőlem valaki? Nem. Csak hát jellemzően nem szereted igazából a tejtermékeket, mégis joghurtot eszel. Nem mondtam soha. Na, úgy vagyok a joghurttal, mint a sörrel, hogy évente egyszer megkóstolom. Mert annyian szeretik tényleg mind a kettőt, és ezzel nincs semmi baj, ez biztos finom, de még mindig nem szeret. Miért idegenedtél el a sporttól, a mozgástól? Tehát ez hogy jött az életedbe, hogy abszolút semmi olyat nem csinálsz, ami egészséges lenne? Így alakult ki. Nem tudom. Anyukám sem volt nagyon sportos, de édesapám ugye vak volt. Ergo nem nagyon futott. És a családban nincs ilyen hagyomány. Tehát nálunk könyvek voltak a polcon, tehát ez a hagyomány ez így meglett. Az nem, hogy menjünk ki és rúgjuk a bőrt, vagy valami. De azóta sem le is vetted a könyvet a polcról, tehát nem csak volt. Igen. Nem szabályos, ugye, ahogy csinálom, de tulajdonképpen, ha egyet... Figyelj, mivel a tömegsport lényege, hogy szórakoztasson, ezért ha téged jó, szórakoztat... Az engem nem szórakoztat, hogy mozogni kell, ugye ezt már mondtam. Jó, de hogy ezen kívül sakkozhatnánk. Ezen kívül sakkozhatnánk. Jó, én értem, hogy valamit kell csinálni, meg hogy felpörgeti az anyagot, meg vágóképeket kell hozzá csinálni. Tudom, rengeteg ilyen játékom... Az még nincs meg, sportban nekem át kell ütni a labdát? Mi? Mostanában jól érezed magad a bőrödben? Annak köszönhetően, hogy ismét fölkapott téged a bulvár. Ugye volt egy, volt egy táncos műsor, előtte nem írtak rólad nagyjából egy jó évig, aztán beültél zsűrinek, táncos műsor. Ugye bármit is csinálsz, komolyan, tetszőleges mértékben keménykedsz, ugye miután mi együtt dolgozunk, azért úgyis azt fogod kapni, hogy alám kérdeztél. Tehát meg is verhetsz, hallod, mert ez egy ilyen vesztett ügy. Nem tudom. Csináljunk mi is ilyen videókat, ahol állunk focizunk a sportpályán, vagy valami ilyen hülyeség, és úgy, mint a Six, meg ez a Szabó Zé, hogy próbálják kitalálni, hogy miért vannak ott. Láttad? Lejössz, akkor focizunk? Megláttam a Six-et, ahogy ott áll a sportpályán, és rájöttem, hogy én fogyókúrázni akarok. Komolyan, most döntöttem. Jó lett, igen. Menjünk? Persze. Ez egy mű. Akciófilm inkább. Alkotás. Mennyit kell fogynod? Mennyit akarsz fogyni? Kifújta a szél a kezemből. Nem baj. Nem tudom mennyit. Az nem tudom, kövér már voltam. Én is. Te vagy is, igen. De meg én is vagyok, igen. És arra gondoltam, hogy egész gyerekkorom, mert mindenhol mindig mondom, olyan vagyok? Olyan. Az jó. Egész gyerekkoromban sovány gyerek voltam, és csak hízni akartam, és sikerült. És most viszont fogyni szeretnék. De... Orvosi bajod van? Mert tudod, hogy még a végén újságíró... Megírja a Peleszanita, hogy de kedvelem, vegyem azt, aki riadt tekintetét. Hát ugye ő írta annak idején, hogy izomszálkásításra szedtem szteroidokat. Azt se értem, hogy valaki miért néz focit. Tehát, hogy ott ül egy csomó ember, és nézi, ahogy színesbe öltözött bohócok rohangálnak valami hülyeség után, amit épeszű ember észre se vesz a pályán, vagy nem? Ne sportoljanak az emberek, abból csak a baj van. De tudod, hogy a versenyszerű sport az eleve árt, ezt mindenki tudja, de szerintem az amatőr is. Ne. Meg lehet benne sérülni. De meg egyáltalán fáraszt. És akkor most mi van? Hát most gyakorlatilag emeljük a színvonalat. Mindig... Nehogy emeljük a színvonalat, csak próbáljuk valahogy fogyasztatóvá tenni az anyagot, hosszú beszélgetés érdektelen emberrel, ugye? Hogyan dolgoztad fel, hogy gyakorlatilag a média karriered, amikor a bulvárlapok elkezdtek veled foglalkozni, a fogyásokon keresztül mindenféle egyéb hülyéskedésekig fajult? Az arcforma meg a habitus meghatározza, hogy mit lehet. Tehát én belőlem egy macsót nem lehetett volna faragni, én se tudtam volna ezt megoldani, nem is lett volna hiteles, meg valahogy senkinek nem jutott eszébe. Tehát nem úgy nézek ki. Tehát úgy nézek ki, mint aki hülye, ergo ezt lehet csinálni. Tehát én azt gondolom, hogy olyan, mintha én is beszólogatnék embereknek, hogy néznek ki, de én azt gondolom, hogy nem baj, hogy valaki valahogy néz ki, csak tudjon magáról. Ez például egy dolog, ami nem lehet változtatni, tehát nem is korrekt ez ebbe belekötni. De akkor szép vagyok a képen, tehát a tokám, meg az, hogy meg lenyeltem egy szúnyogot, az, hogy ősz a szőröm, az nem, ugye? Nem látszik. Jól van. Már megijedtem. Tudsz játszani? Nem. Nem, értem. Egyébként az emberek nagy részét magukra haragítod ezzel a foci gyűlöleteddel. Nem csak ezzel, hanem megbocsás, annyi mindennel még. Nyugodtabb vagy, hogy gyakorlatilag a munkád nagy része az már a programozásból áll, és a média bohózkodása, ahogy nevezted korábban, az kicsit hátrább szorult?
bizonyos szakaszoktól eltekintve én mindig nyugodt voltam. Tehát ugye a sajtó szereti azt hinni, hogy fontos, és ezért nyilvánvalóan úgy látszott, és úgy is állították be, mint hogy én a sajtó miatt. Nem, sajtó miatt sosem voltam ideges. Előző kérdésedre válaszol, se azért, mert sok, se azért, mert kevés, ez a munkám része. Teljesen mindegy, én alapvetően jól el vagyok a sajtó képviselőinek nagy részével. Tök nyugodt vagyok, engem a programozás mindig is megnyugtatott, mert én ezt akkor is csináltam, amikor más csináltam. Független attól, hogy aki tévéképernyőn nézi az embert, az mindig azt hiszi, hogy csak pont annyi a másik, amennyit éppen aktuálisan lát, de hát nem, többnyire. Ez a neve? Csinálni? Igen, igen, látom. Én mutassam meg, vagy mi? Nem, egyéb ilyen izé? Vissza, hogy lássa. Celeb magazinok, hogy gyere be, és lehetőleg gyere be úgy, hogy az valószerű legyen. De már összekented magad tintával is, hogy mi ez.